és hát igen, ezt csináltuk, most így egészen őszintén téptünk, játszottunk és csavarogtunk az utcákon. <laughs> Tehát, hogy rájöttem, hogy az irodalom a legjobb addikció, mert azzal 80 éves koromig elélek, és rengeteget tanulok belőle, és gazdagodik az életem. Pető Balázs első regénye, az utolsó évek első embere nemrég bekerült az boltjába is, ami nem kis teljesítmény első megjelent alkotásnál. Pető Balázs, a Minus Film egyik alapító tagja, 12 éve casting direktor. Los Angeles Film is nyert a kívül csendesebb című kis amelyet itthon az Arszakra Fesztiválon is bemutattak. Első könyve az elitista családban nevelkedő Bálintról szól. A gimis rác rákap a számítógépes játékokra, és egyre határozottabb léptekkel elindul a lejtőn. A könyv azonban nem csak egy képernyő előtt játszódik, megismerhetjük a 2000-es évek elejének Piti alvilágát, a nyugati tér suhancait, a játéktermek már a jó részt eltűnt valóságát. Az underground világ Balázs ugyanolyan hitelességgel kalózolja végig az olvasót, mint Bálint elharapódzó függőségén. Érezzük nagyon is, a valóság jön szembe velünk a lapokon. Köszöntjük a stúdióban Pető Balást. Szia Balázs! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a személyleg Társalgó, Asztalos Katalin vagyok, műsorvezető társam Farbaki Tamás. Sziasztok! Életűnek hangzik az ezret forduló körüli budapesti underground bemutatása, mégis hogy sikerült ezt ennyire megragadni, Balázs? Hát úgy sikerült, hogy volt szerencsém részt venni ebbe a underground junkie világban egy rövidebb ideig, szóval sok a saját élményen alapuló tapasztalat ebbe az irodalmi műben. Azt kiemelném, hogy a főszál, Bálint története, az nem saját élményanyag, ő ugye Bálint próbálja a regény folyamán a növekvő játékigényét folyamatosan kielégíteni, de akadályokba ütközik így a család részéről, aki nem nézi jó szemmel. Bálint története ex-videójáték függőkből táplálkozik, tehát az ő történeteiket gyúrtam össze, akikkel nagyon sok interjút csináltam, hogy minél hitelesebb legyen ez a történet. Hát igen, a játék egy része az a, az a nyugati téri aluljáró Western Games játéktermében zajlik, ahol fiatal, kallódó fiatalok, jobb érdemes kallódó fiatalok füveznek, játszanak és csavarognak az utcákon amiben Bálint is leginkább a játékkon játék keresztül kapcsolódik hozzájuk, mert mikor már a, ezek, a, ezek a fiatalok a, a keményebb drogok világába lépnek be egy idő után, ő már ott nem követi őket, hanem a, a játék útján megy tovább, és lesz az online játékok rabja tulajdonképpen. Ő azt mondtad, hogy van saját élményed ebből a, az underground világból, hogy akkor te hány éves voltál, amikor ezt közel kerültél? Um, én is 17-18 éves, éves, éves voltam, tehát nem véletlenül az ezredfordulón játszódik a 17 éves-18 mm. éves, éves Bálinnak a története. Ez amúgy azért is jó, hogy akkor játszódik, vagy azért is lett ez, a, ez nem csak azért, mert én akkor voltam 17-18 éves, hanem mert akkor volt az internetnek, illetve az online játékoknak egy ilyen óriási robbanása, ami még tulajdonképpen most is tart, növekszik és burjánzik, és ez egy nagyon érdekes élettér volt ebből a szempontból is. Hát igen, így tudtam kellően izgalmassá, mozgalmassá tenni a regényt, fűszerezni ezekkel a kicsit romantikus karakterekkel, akik szerintem sokba hasonlítanak az ilyen rejtőjen őféle, Piszkos Fred, Fülik Jimmy, ők is, ők is abszolút a bece nevek által ismerik egymást, illetve hát mi is úgy ismertük egymást, tehát volt egy ember, akivel évekig lógtam együtt, mondhatni barátomnak tekintettem, és fogalmam nem volt az igazi nevéről, csak egy, most nem említek neveket, még az igazi álneveket sem, csak mondjuk, hogy a regényben megjelenik Sappi, vagy Vandám, vagy Minus és egyéb karakterek, és tényleg ezt tudtuk egymásról, hogy van egy ilyen név, ami akár mint a Neo Morpheus társai, ugye az underground lét és a, és a saját névválasztás fontossága. És hát igen, ezt csináltuk most így egészen őszintén. Téptünk, játszottunk és csavarogtunk az utcákon. De hogy kerültél oda? Tehát, hogy azt így tudjuk, hogy a könyvben a bálint az, az hogyan keveredik egy ilyen környezetbe. Igen, hát az én élettörténetem, hogy az iskolát nem igazán preferáltam ebbe az időszakban, sőt, abszolút a motiválatlanság mentén léteztem. Semmi értelmét nem láttam annak, hogy én az iskolapadban tanuljak matekot, irodalmat, bármit, ami aztán később megváltozott egy érdekes fordulatnak köszönhetően. És hát ugye azért el kell ütni az időt, és akkor elkezdtem egy játéktermekbe játsz, járni, játszani, és ez a nyugati téri aluljáró, amúgy Ejfelnek nevezett játékterem tűnt a legszimpatikusabbnak, illetve a legnagyobb közösségi élettérnek, ami kellően kalandos volt egy 17-18 évesnek. És ö, igen, tehát, hogy, hogy a kallódás az, az része volt az életemnek, ami ö, nagyba változott, mikor anyukám észrevette, hogy hú, én már tényleg nagyon nem tanulok, és nem csinálok semmit az életemmel, és kivette a Pesti Barnabás ö, nem szakmunkás, hanem szakközépiskola, bocsánat, így mondják szépen, igen, szakközépiskolába, és berakott az úb Zsigmond Liceum középiskolába, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó iskola volt, és ö, gyakorlatilag... Ö, Radikális ö, ö, tanárokkal találkoztam, mint például Zalán Tibor, kiváló író, költő, dramaturg volt ott a magyar tanár, aki nem az volt, hogy bejött és akkor ö, mikor született József Attila és hol, hanem rendkívül inspiratív órákat tartott, nem is igazán a, a tanter mentén, mert énekre emlékszem, hogy bejött, felírta a tábláról és stílus. És akkor megkérdezte a diákat, hogy mi a stílus gyerekek. És akkor így elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi a stílus. Tehát, hogy, hogy a kalódásom egyszer csak így elkezdett egy ilyen irányt kapni, és, 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 megszerettem az irodalmat ezáltal, és váltottam egy életutat tulajdonképpen. Akkor neked ott szerencséd volt, Igen, hogy, hogy, lett egy olyan Igen. személyiség, vagy, vagy Igen, egy Hát meg, meg, meg édesanyám is azért úgy, úgy tehát tudatosan rakott be egy olyan iskolába, ahol sejtette, hogy felnyitják előképpen a szememet, és nem, nem kalódok tovább. Amúgy arra nagyon kíváncsi vagyok, de ezt nagyon szépen leírod a könyvedbe, hogy, hogy Bálint hogyan, hogyan jut el a játékfüggőségig. Uh -huh. um, és hogy, hogy a saját életedben is, ugye ez egy párhuzam, hogy volt ott ez a kallódás, uh -huh. de hogy, hogy így, ha így összerekjük ezt a kettőt, akkor, akkor így mit gondolsz, hogy azoknak az a barátaidnak, akik ott voltak, vagy a hát regényben is ott vannak ezek a különleges karakterek, hogy, hogy ott mi, mi, a, mi a közös, tehát hogy mi az, ami elvisz valakit addig, hogy, hogy végül is játékfüggő legyen? Tehát mik hiányoznak az ő életéből? Hát ez egy szó a motiváció. A motiváció. A motiváció, tehát, hogy, hogy nincs életcél, nincsen, nincsenek célok. Ahogy a regénybe is írtam, hogy Bálint végre, tehát, hogy bármennyire is terelgeti a családja őt, nekem ez nem volt tapasztalás, de, de akikkel beszéltem, függők. Többen is említették, hogy bármennyire is terelgette a családja, hogy tanuljál, így közgazdász, így orvos, bármi, ez, ez igazából nem egy, nem egy perspektíva az adott embernek. A játékban pedig mindig adott a cél, tehát hogy ott, 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 egy nagyon, nagyon könnyű igazodni, úgymond még a való világban esetleg amúgy borzasztó nehéz lehet. Uh -huh. tehát, hogy ott tudta elni magának valami olyan, olyan igen. motivációs erőt, ami a külön. Igen, nem... igen, Amúgy ez nagyon fontos szála a könyvnek, hogy Bálintnak az apukájával nincs kapcsolata, tehát hogy hiányzik egy apakép, uh -huh. mint motiváló erő, vagy tényező, azért lehet a családban egy, egy jó apa figura. Lehet, abszolút lehet. De itt nincs. De itt nincs, szóval csak, csak arra próbáltam rávezetni, hogy hogy vajon ennek is köszönhető -e az, hogy ő így motiválatlan, hogy ott van az anyai minta, ami egy ilyen gondoskodó, vagy próbálja Én, őt... Hát, túl gondoskodó is, vagy rosszul gondoskodó. Jó, rosszul, igen. igen, túl elárasztó, csak, csak hogy valahogy így az apa apa hiányzik, és hogy ezeknek a fiúknak, tehát hogy igazából ja. bennem az van, hogy az jutott eszembe, amikor Bippi összetette a kallódó fiúkat az utcán, és hogy adott nekik a cserkészetet, adta egy, egy olyan közeget, ahol uh -huh. ahol együtt nem tudom, mentek kirándulni, meg felfedezni a világot, hogy ezek a, ezek a apaképek, vagy vagy olyan karakterek, és te is a tanárodat, tehát ő egy férfi tanár volt, aki téged így meg, megérintett, igen, 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 mintha ebben lenne valami... Uh, van is személyes vonatkozás, de közben itt a családi dinamikák, tehát mikor leültem ezt írni, ezt a regényt, akkor engem nagyon foglalkoztatott a videójáték függőség. Igazából nagyon foglalkoztat minden, ami, ami technikai innováció és társadalom kapcsolata. Az is, hogy a technika hogyan változtatja a társadalmat, illetve a társadalmi igények hogyan változtatják a technikai dolgokat. Gondolok itt a képernyőkre az ember kommunikációs túltengése egyszerűen az elmagányosodó nagyvilágban, hogy mindenki nyomkodja a telefonját heti 8-10 órát ül a képernyő előtt, hogy változtatja a technikát, és hogy, hogy igazából nekem ez volt a célom, hogy úristen, erről még nem született így, így irodalmi, szép irodalmi dolog, mert nagyon sokan regényt írtak, hogy a virtuális valóságból a harcok hogyan zajlanak, de ez egy teljesen más forma nyelvi dolog, és hogy, hogy ez engem nagyon érdekel, és erről szeretnék érni. Viszont iszonyatosan nehéz volt megragadni azt, hogy, hogy tulajdonképpen ö, ö, a videójáték függőségbe, tehát ez semmi mozgalmas dolog nincs. Tehát ül a gyerek, játszik egy képernyő előtt 8-10 órát, és hogy ebből, ebből hogy lesz irodalom, és, és igazából ez, ez valahol egy kicsit ilyen tudatos döntés volt, hogy, hogy meg egy ilyen, ilyen, útkeresés, hogy hú, legyenek akkor, akkor ilyen nagyon szigorúak a szülei, és, és tiltsák a játéktól, és adjanak neki annyi feladatot, hogy ne tudja játszani, és akkor Bálinnak máshol nem otthon, hanem, hanem az utcán kezd el játszani, barátoknál kezd el játszani, elkezd hazudozni, hogy hol játszik. Ez is, ez is amúgy egy, én nagyon szeretem azokat a regényeket, mikor ilyen, mikor megszületik a titok, hogy csak az olvasó tudja, és csak a főszereplő tudja, és ebben nagyon sok ilyen dolog van, hogy bálint titkolózik, és csal, és lop, és hazudik azért, hogy játszhasson. És, és igazából itt, itt tényleg rengeteget gondolkoztam a családon, hogy hogy, hogy, hogy tudnám azt felépíteni, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy most ül a gyerek, és akkor van egy, mit tudom egy három oldal, hogy játszik, és nem egy csuliba, és akkor oké, okay, hanem hanem legyen egy cselekmény a dolognak. És tulajdonképpen a, a, a család az, az az nem az én családom, hanem ez, ez tök fiktív. Igen. És azt mondtad, hogy hogy ez nem saját élmény a, a játékfüggőség, és hogy rengeteget interjúztál olyanokkal, akik. Igen, akik... igen, igen. Hát ők a névtelenséget kérték, úgyhogy nem is írtam le a könyvbe, hogy köszönöm a XY-nak. Viszont mondták, hogy bármit felhasználhatok az élményanyagokból, és ők hát tényleg játékfüggők voltak. de nem az, hogy valaki, aki 17-18-20-30 évesen sokat játszott, hanem. Volt, aki úgy kezdte, hogy kibukott az egyetemről állandóan a counter strike kal játszott, volt, aki, tehát hogy nagyon sokan beszűkülnek ebbe a világba, hogy elvesztik a valódi emberi kapcsolataikat, barátok, családok, és csak arra redukálódik a szociális élet, hogy játszótársak, ami nyilván nem egy minőségi emberi kapcsolat, nyilván jó, de hát azért nem az, amikor az ember egy nagyot lelkezik a barátjával, vagy van egy barátnője, és akkor igen, ők, ők előszeretettel meséltek a múltjukról. Nagyon érdekes, amúgy, hogy nem találtam most, most olyat, aki most játékfüggőnek vallja magát, és nyilatkozott volna, csak olyanok, akik már túlmentek ezen, pszichológiai segítséggel, vagy bárhogy máshogy feldolgozták ezeket a dolgokat, és, és hajlandóak voltak erről beszélni, és írni visszanézni. Mondjuk volt olyan volt, és srác, nagyon vicces volt, hogy büszke mondta, hogy már leszokott a játékokról, mondjuk az volt a kápító szerezik elég keményen, de hogy az jobb. <gül> 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 és így próbált volna, hogy amúgy nem biztos, de, de igazából ezt így csak hogy igazából a függőség, mint olyan próbáltam a regénybe is egy általános képet húzni arról, hogy hogy tök mindegy, hogy hogy mitől függ az ember, ez egy valami ok, egy menekülés a valóság elől, egy, egy, egy kiút a, a bárhova. Igen, csak azért nagyon nehéz a, a játékfüggőség, mert egyszerűen tényleg az van, hogy elvágod magadat a környezettől, Igen. tehát itt a felépülés ö, része ö, szerintem sokkal, sokkal nehezebb ebből gyógyulni, mert szerintem nincs mivel... kapcsolat emberekkel se, illetve hát van egy olyan része, hogy teljesen legális, a szervezetedet nem pusztítja, nagyon olcsó, tehát, hogy nem olyan, mint a szerencsejáték függőség, hogy rámegy a kocsid, a lakásod, és akkor hopp, egy felébredés, nem olyan, mint a drogfüggőség, hogy hogy már megőrülsz, már annyit cuccot nyomtál magadban, vagy az alkohol, hanem ö, tulajdonképpen egy ilyen észrevétlen dolog, ami amit én nem is, nem is, feltétlenül vesz észre az ember túl könnyen, és eh, ahogy beszélgettem ezekkel az emberekkel volt, akinél tizen évig elhúzódott egyszerűen, és, és így nem vallotta be magának, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen így romokban az élete, mert annyi, jó benne, hogy kicsit, tehát ha már az ember rájön, akkor tényleg nem az, hogy úr is ne a lakás, meg a kocsi, meg a, meg a, fél életemnek annyi, mert az egészségem, hanem, hanem talán, talán könnyebb kijönni belőle, de tényleg van egy ilyen alattomos része, hogy, hogy, hogy teljesen, tehát játszani szabad. Tehát ez a semmi gond nincs, és tényleg semmi gond nincs az, ha az ember játszik, mert a videójáték amúgy tök jó dolog, kognitív képességeket fejlesz, de, de közben, meg, közben meg szeparálja az embert a társadalomtól, és, és ez nagyon, nagyon rohamosan növekszik. Tehát nagyon érdekes cikket olvastam nemrég, hogy a fiatalok körében amúgy csökken a drogfogyasztás, a játékfogyasztás kontrájára. Azért, mert már a játék annyira intenzív élményt ad, hogy a, hogy a gyereknek nem is kell a drog, meg már arra se veszi az időt, hogy elmenjen el a dílerhez, hogy ennyi szociális kapcsolata legyen, hanem ül a, a gépnél, és megad minden Tulajdonképpen ezek a, ezek a mesterséges világok, tehát ezek a virtuális valóságok tényleg elképesztő e, intenzitást e, képesek produkálni. A főszereplő, Bálint megkapja a kérdést, talán Sapitól a könyvnek az első harmada fele, hogy ha választhatna egy nagyon jó számítógép és a Fanni között, a Fanni volt az osztálytársa, akit valahogy Sapi is látott, és nagyon, <coughs> nagyon tetszett Bálintnak, és akkor még azt választja, hogy a fanni választanál, de Igen. a vége fele ugye már megfordul ez az egész. Igen, köszönöm, Én... hogy ezt észrevetted, ez egy tök fontos dolog, hogy ott az elején még, még a választás az a, az a szerelem és a valós emberi kapcsolat lenne, legalábbis egy mondatba ezt mondja ki, aztán ki tudja, hogy már ott is mit választana, ha lehetne, de, de igen, a végén meg már annyira, annyira túltolja a játékot, hogy ő meg is kapja ugye fanni, tehát hogy ők egy pár lesznek, és nem tud érdemben a kapcsolatba ott lenni, mert, mert, a, mert, fejben nincs ott. És hogyha neked lenne egy olyan, ilyen fiad, mint a Bálint, aki, aki egy ilyen helyzetben van, akkor mit csinálnál? Hú, hát ezen még nem gondolkoztam, megmondom őszintén. Öm, Mit csinálnék? Hát ilyen, ilyen közhelyeket tudok mondani, hogy leülnék vele beszélgetni, nem tudom. Györgényben vagy... is leülnek a Bálinttal beszélgetni, a igen, igen, apja. vagy igen, igen. Igen. ez nem hat? Nem, hát mert ott egy igazából nem olyan minőségi beszélgetés van, de lehet, hogy hagynám kifutni, tehát hogy, hogy nekem is ez a, ez, a, ez a kallódás, bár nem volt igazi addikció mögötte, de de nem volt, azért is tudtam könnyen így elszakadni attól a, attól az underground léttől, mert mert nem voltam is súlyka, vagy úristen, meg nem volt ebből tragédia így otthon, hogy, hogy, hogy miket csinálok, csak így, így leült velem anyukám, így megbeszéltük a dolgokat, és így így könnyű volt. Tehát, hogy, hogy nem, volt, nem, voltam terhelve tulajdonképpen. De leülted anyukád megbeszélni Mi. a dolgokat? Mi, milyen dolgokat? Hát, hát akkor már én is belecsúsztam igazából a, a, a szintetikus drogokba, ami ö, nagyjából egy ilyen fél évig, három-negyed évig tartott. Nekem addig, addig, nagyon tetszett ez a, ez a közeg, igazából csak füvesztünk, játszottunk, volt egy ilyen könnyedsége, viszont amint az ember elkezd kicsit komolyabban drogozni, ott meg már ott már jönnek a problémák. Tehát, hogy ott már úgy csúszik ki rohamosra az ember. Tehát a lejtő az így, egy, ilyen szép lassan így tudsz rajta menni, ez csak így ilyen fékevesztetten egy száguldasz le rajta, és amikor én ezt észrevettem, hogy probléma van, akkor például így leültem anyukámmal, és így elmondtam neki mindent, hogy, hogy ebbe vagyok, igazából nem jó, hogy ebbe vagyok, nem tudom, hogy kerültem ide, ki akarok szállni, és én így, így abba is hagytam ezt az egészet. Ah, Te a segítséget kérni akkor? Igen, igen, ez igen, ez nagyon, nagyon jó, persze. jó, hogy így ezt bemerted valani otthon, mert valószínűleg ez a legnehezebb az az első lépés, nem? Hogy így... Pontosan tudtam, hogy nem lesz ö, ö, olyan, olyan, radikális következménye, hogy, hogy nekem fél, félni kell ezt bevallani tulajdonképpen. De volt Tudtam segítséget. Kérni. Igen, tulajdonképpen volt, tehát vagyunk hmm. is anyukámmal olyan kapcsolatban, hogy, hogy ez egy őszinte kapcsolat. Az, hogy én hogy kerültem ide, azok hát erről most nem szívesen beszélnék, de olyan családi dolgok, amik inkább ilyen külső családi dolgok voltak, tehát minket ért problémák sokasága, ami édesapám halála, stb. stb., ami igazából ide vezetett, de, de tényleg azt hiszem a jó családi körülményeknek köszönhetően hamar ki, ki ebből az egész körből. Annyira viszont azért megmaradt, hogy írjak róla, vagy a regénybe így beimportáljam. És hogy, hogy, csúszik át? Hogy hogy csúsztál át így a, a a szintetikus drogok felé? Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. <laughs> Haver odaadja, hogy nézd, ezt vedd be, és akkor így, mi ez? Most tudnék mondani, korong, vagy excezi, vagy, vagy bélyeg, vagy ilyesmi, és akkor így beveszed. Hogy uh -huh. miért ne? Tehát, hogy nincs, nincs, nem olyan bonyolult ez a dolog. És visszakanyarodva hogy egy játékfüggőségre, nekem az jut eszembe, hogy akik ebbe belecsúsztak, sokszor a, annak látszólagos ártalmatlansága miatt, hogy iszont sok idő elmegy ezzel évek, hogy azok, akik ugye volt függők, Ként ugye beszéltél velük, ők, hogy érték meg ezt, hogy elvesztegettek éveket az életükből? Öm, valaki nagyon jó például, volt egy fiú, aki pszichológus lett, és kifejezetten erre szakosodott, hogy játékfüggőség, tehát hogy prosperált belőle. Öm, volt olyan, aki, aki, aki túltette magát, vagy hogy, vagy hogy amúgy se voltak mondjuk annyira nagy ambiciózus dolgai, és hogy, vagy, vagy gondolatai, és elkezdte az életét, tehát elkezdett dolgozni, újra beiratkozott főiskolára. Nem, nem találkoztam olyan, aki mondjuk ilyen akkora tragédiának élte volna meg. Hogy, hogy de azt hiszem, itt a függőségeknél, tehát az ember mikor így rájön, és így kijön, vagy hogy rengeteg interjút is néztem drogfüggőkkel, szerencséjátékfüggőkkel, igen, ez volt, tehát hogy, 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 szerintem aki erről már tud mesélni, az már nem ragad bele, tehát hogy, 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 hogy igen, ez volt, kész, nem, nem tudok ezzel mit a múltammal, tehát hogy nyilván ez úgy egy egészséges gondolat, hanem akkor most kezdjük előről és építsük fel újra az életünket. Nagyjából ezek voltak így a, így a Hogy előre nézni, és nem hátra. Persze, 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 persze. Hogy, hogy tényleg már kijöttem. Tehát én olyanokkal beszélgettem, akik, akik nagy része, aki nem, nem lett drogfüggő mondjuk helyette, az, az, az egy kellő iróniával tekint erre vissza, és tanult belőle igazából ennyi. Azt mondtad, hogy olvastad ezt a cikket, hogy egyre több a játék függő fiatal, és hogy a, hogyan veszi át a az uralmat igazából a. Nem tudom, hogy hogyan, hogyan lehetne ezt kategóriába tenni, de ö, valahogy a. Hát nem is tudom. Hát igen, tehát amint média, az, az média. elképesztő igen. teret nyert. Tehát a legtöbb bevételt produkáló médiaproduktum napjainkban az a GTA 5 nevű játék, amiből eladtak egy már majdnem 200 millió példányt, azaz nagyjából ilyen 9. 10 milliárd dollár a bevétele, ami a három legtöbbet hozott film, a Avatar, Titanic, meg a valamelyik Avengers, Nek az összessége sem annyi. Úgyhogy ez elég. És ez a GTA, hogy csak maga a játék, tehát nem az, hogy az online világban megvehető autók, pályarészek, fegyverek, hanem csak, a, csak, az, hogy játszhatsz ezzel a játékkal. Tehát ez is szépen mutatja, hogy, hogy a 21. század kultúrtörténetének a videójáték az, az egy ö, ö, gyakorlatilag sarkalatos pontja. És és még inkább az lesz tehát, hogy, hogy számomra ilyen, amúgy, amúgy rendkívül ambivalens ez a videójáték, én nagyon hektikus játszok, és amúgy nagyon keveset, de inkább videókat nézek, hogy, hogy mi van most, mik az, mik az új játékok, mikkel töltik az emberek az idejüket, és, és most ki fog jönni majd, azt hiszem, vagy idén, vagy jövőre egy Matrix Awakens nevű játék, ami egy ilyen nyilván online, és... és egy ilyen, tehát hogy open world játék lesz, és tehát én nézem a monitoron Unreal 5 grafikai motor, kicsit így hátrébb ülök, picit hunyorgok, és már nem látom, hogy a karakterek, akik a játékban van, hogy ez most, most valódi vagy, vagy CGI. És igen, tehát hogy ennek hol van a határa tulajdonképpen, hogy, hogy nincsen. És ez, ez amúgy rohat ijesztő, de közben meg, közben meg, közben, meg, nagyon csodálattal is tölt el. Tehát, hogy az emberi találékonyság most, hogyha csak az Open AI-t vesszük, a chatgpt t hogy, hogy amúgy a frász tőle, hogy, hogy, milyen lehetőségek rejlenek benne. Én se gondolom azt, hogy például ez a, ez a produkt úgy, 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 el fogja venni a munkát, hogy ne legyen az embernek munkája, tehát nem vagyok, meg hogy itt felkelnek az emberiség ellen, de biztos, hogy, biztos, hogy forradalmasítani fog dolgokat, és szerintem, ahogy az ipari forradalom is, az ember és produktumok között egy ilyen távolság lesz, mivel megcsinál helyetted egy csomó mindent a gép, és nem lesz annyira annyira sajátod, tehát, hogy kiszámíthatatlan dolgokat fog hozni, de közben meg lenyűgöző is. Tehát amikor először kipróbáltam, a GPT-t, akkor ilyen három órát beszélgettem a géppel, de tényleg már utána ilyen személyes kérdéseim voltak, mert annyira annyira úgy válaszolt, meg olyan, olyan, olyan szinten ö, volt a nyelvi struktúra felépítve, mint hogyha valaki ült volna a másik oldalon, és ö, tökre lenyűgöző amúgy ö, is. mostan folytatjuk. Íróként kifejezetten ijesztő lehet a ChatGPT-nek a, a technikája, vagy az intelligenciája? Hát igen, tulajdonképpen, tulajdonképpen az, de hát egy nagy, nagy kérdője, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mi ennek a perspektívája, mert én is játszottam őt, hogy irattam vele novellákat, és volt egy-két ilyen érdekes gondolat, ami, amit így kidobott, hogy hú, ebből tök jó sztori lenne. És ez nem az én gondolatom tulajdonképpen, az egy, az egy, nem, egy nem, egy plágium gondolat, az ő maga a világhálón összerakott dolgokból szett össze. Nyilván teljesen úgy, gond, tehát úgy gondolom, hogy magától nem fog írni történetet a, 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 ez a chat GPT, mert, mert itt azért az emberi érzékelésnek azok az apró finom dolgai, hogy, hogy most itt vagyunk egy ilyen, ilyen ö, ö, hangstúdióban, és hogy most itt tök izgulok, mert ez az első interjú, nyilván ezek, ezek ilyen nagyon személyes dolgok, és akkor ezek ezek a leginspiratívabb dolgok egy írónak, de hogy de hogy nagyon sok mindent meg fog tudni fogalmazni az ember helyett. Tehát mondjuk ilyen ilyen cikkeket. Én már alkalmaztam, tavaly ilyenkor filmkritikákat írtam, és bizony volt egy rész, hogy, hogy, amit úgy, úgy gondoltam, hogy tök érdekes nem megírni mondjuk a Jim Jarmus film munkásságával kapcsolatban, de hogy miért én fogom, olyan sokan megfogalmazták, hogy akkor írd meg, hogy, hogy mit tudom, egy pici felvezetőt a, a Jarmusnak, és akkor marha jól megírta tulajdonképpen. És és, és nagyon sok minden ilyen lesz szerintem, hogy, hogy például, például, szerintem még a filmkritika írás is, hogy, hogy a felét, három négyét az gép fogja megírni, és akkor nem az lesz, hogy dolgozok a, a, a filmkritikámon három napot, és minden szava az enyém tulajdonképpen, hanem, hanem ez a három nap alatt úgymond meg tudok írni négyet, ötöt, de azok már csak egy-egy részei lesz, amit, amit én kontrollálok. És ez, ez szerintem egy ilyen, ilyen a produktumomtól való elidegenedés lesz, vagy, vagy, igen. Tehát, hogy még, még technokratább lesz ez a világ, ami már szerintem így is eléggé az. említetted, a, hogy most ugye itt ülsz a podcaston, és izgulsz, és hogy ennek is ugye szerepe van abban, hogy hogyan nyilatkozol, meg hogyan beszélsz, és így eszembe jut az a, Csatomás száma, Csetomás énekel a és az ördög, ez a címe, és akkor hangzik el Dostoevsky szájából a, a válasz az ördögnek, hogy az írónak a tapasztalat, a szenvedés drága kincs. És hogy, hogy igen, amit így mondtál, az így párhuzan bárítható ezzel is, hogy valahol hogy ott van a chat GPT, meg a mesterséges intelligencia, de hogy saját egyedi emberi tapasztalat annak a szerepe, mondjuk a te írásodban, és hogy általánosságban az, az valahol mindig ott lesz, mint ö, felül, nem? Hogy az. Öm, igen, valószínűleg. Ö, tehát, hogy, hogy nyilván a jó irodalomnál... Ö, ö, az lesz ott, sőt csak az lesz ott. Tehát, hogy, hogy törekszik az ember, hogy minden oldala hiteles és, és személyes legyen, és hogy, hogy nekem, mint írónak, minden egyes oldal valami érzelmi töltöttséget jelentse. Még ha csak ilyen átvezető dolog, akkor is. Tehát, akkor kevésbé, de hogy, de hogy, hogy minden, minden, még hogyha fiktív is a történet, valami, valami személyes mondani való legyen. De azért megfigyeljük, tehát, hogyha, hogy nagyon sok most gondolok itt forgatókönyvekre, hollywoodi filmek, sematikusság. Hogy, hogy, hogy még könnyebb lesz olyan sematikus dolgokat lefektetni, amit az emberek amúgy fogyasztani fognak, és még nagyobb lesz a média zaj, és még nehezebb lesz esetleg kiszűrni a, a jó irodalmat, talán, nem biztos, de lehet, hogy így lesz, és ö, 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 nagyon, nagyon nagyon, fura, hogy ez hova fog vezetni, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen most csak ilyen, ilyen, nagyon basic, de hogy, hogy mondjuk ilyen TikTok videógyártás, hogy, hogy, vagy, vagy hogy az influencerek, hogy persze az ilyen tök nagyon sokszor nagyon felületes, de amikor kezdődött ez az egész influencer kultúra, akkor, akkor azért voltak, voltak egyedi dolgok. Most meg nagyon sok mindent ö, az Open ai raknak össze, és több millió nézettsége van egy olyan dolognak, ami valami, valaki így kattint kettőt, kirak ilyen, ilyen ö, tök fiktív ö, grafikákat, és akkor megnézi, és ebből keres egy csomó pénzt, és igazából ezek, ezek ilyen nagyon gagyik nagyon gagyik tartalmak. Tehát, hogy mondjuk az írásban is szerintem biztos, hogy el fog jönni ez egy, vagy ez a, ez a nem tudom, még, még felületesebb ö, ö, regények, még felületesebb filmek, még nagyobb ö, elánnal mondják el a piacot. De ne legyen igazam. Ha jól értem, akkor Tamás azt akartad kérdezni, hogy, hogy a saját szenvedésed, vagy vagy a saját életed az egy ih ihlető ö, erő. Uh -huh. És hogy ezen gondolkoztunk, hogy téged, amúgy így, mi ihlet az írásra, vagy... vagy Hon honnan, honnan jön ez a belső erő, hogy éri vagy, vagy, vagy miért? Ezt, ezt, ezt nagyon nehéz lenne visszavezetni, tehát, hogy azt hiszem, az életem nagyon nagy részét irodalom olvasásával és filmnézéssel töltöttem, tehát, hogy így ö, egy szóval, ö, vagy két szóval ö, ö, fiktív történetmesélés az origó az életemnek, és, ö, és amikor az ember nagyon sok ilyen tartalmat fogyaszt, akkor egyszer csak így neki is jönnek ötletei. Öm, vagy a saját életéből, vagy, vagy máshonnan, de nálam ez, ez egyszerűen így jött, hogy, hogy akkor így, így írni kell, vagy így alkotni kell. És a családodban senki nincs, aki így felmenek közül, aki Ja, édesanyám hol. színésznő volt, de hogy nem művészek, művészek nagy rész. Hát édesapámat nem is nagyon ismertem, de ez már lehet ilyen nagyon búváros, ezről nem akarok beszélni. De de, művés család, igen, igen, igen. De írni nem, tudtam alírni, nem írt senki. Én nem de hát én nem tudom, I imádok olvasni, tehát hogy 18 évesen, igen, mikor kiléptem ebből az underground világból, akkor akkor a, a könyvek szeretete, tehát hogy rájöttem, hogy az irodalom a legjobb addikció, mert azzal 80 éves koromig elélek, és ö, rengeteget tanulok belőle, és ö, gazdagodik az életem. Szóval ö, én így leemeltem az ember tragédiáját a polcról, és akkor onnantól kezdve így ö, tulajdonképpen életet váltottam. <laughs> Meghatározó volt az ember tragédiája. Igen, nagyon-nagyon. És miért? Ez Nagyon jó, hogy azt olvastam el először. Hát mert az az ember tragédia. Ne kelljen elemeznem. <sínt> <sínt> Akkor én azt kérdezem, hogy és mesélsz arról, hogy igen, történetek között élsz, olvasol, filmeket nézel, hogy honnan van ez az elemi, az emberi vágy, ez az elmesélt történetek után, vagy mi ez az egész, vagy te hogy gondolsz erre, hogy miért fontosak ezek a történetek? Ugye a történet az mindenütt ott van. Tehát egyszerűen a történet az, 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 az bár a Facebookot, más sem fogsz látni egy fotó is, egy történet, egy bármi, és például, hát ha már történetmesélés, vagy emberi kapcsolatok, ez tök érdekes dolog, meg a technikai vívmányok, hogy Mondjuk az ember elolvas ilyen 50-es, 60-as, 70-es években egy nagy írókat, a Stanislav Lem, a Filip Kédik, vagy nem tudom, Arthur Siklerk, olyan, olyan sok minden, de ha mondjuk az egyik alapot veszük, ami egy vigyáték a visszajövőbe, 2015-be, ugye mennek a jövőbe, 80-as évekből, és akkor vannak ilyen légdeszkák, repülőautók, magától megszáradó ruhák, hogy semmilyen nincsen, tehát hogy így Budapest látképe szerintem alig változott valamit. Bizonyos részei abszolút az elmúlt 30-40 évben, talán kicsit ilyen modernebb autók, viszont van egy ilyen, ilyen számítógép így a ami arra szolgál, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk egymással, és hogy ezek a nagy nice kifírók se gondoltak arra, hogy, hogy tulajdonképpen itt a technikai fejlődés az, az, az a legnagyobb mértékben a kommunikáció lett és és ez, ez szerintem ez hát részben úgy hogy az emberi igény hogy alakítja a technikát ez, a, ez az elmagányosodásnak egy egy szép példája tulajdonképpen illetve hát igen hogy a, hogy a történetre vágyás az meg hogy a másik fejéből ott legyünk és tudjunk a másikról és rólunk is tudjanak kicsit ilyen individualista szemlélet ugye a 21. században és igen, tehát hogy, hogy történetek, hát figyelj, évente nagyjából 500 season van, epizód van, jön ki az Egyesült Államokból, mint új sorozat. Tehát, hogy ö, mi most így leülnénk beszélgetni, és hogy történet, ö, ö, Kata is mondaná öt sorozatot, amit néz, te is mondasz öt sorozatot, én is mondok öt sorozatot, és valószínűleg sorozat, nem lesz összefüggés, hogy ugyanazokat a sorozatokat mondjuk el, mint kedvenc sorozataink. Tehát, hogy, hogy elképesztő módon vágyunk erre a, erre a kapcsolódásra ami e, igazából még műfajteremtő is, mert ezt is nemrég olvastam, hogy azért ilyen hiperrealista a mostani filmművészet, sorozatok és filmek annyira realista módon van, szinte dokumentarista módon megjelenítve, mert az elidegenedett ember, hogy ne érezze magát otthon, egyedül a kis szobájában, akár egyedül, akár a kis párjában, hogy mégiscsak ott ketten vannak, vagy bármi, tehát egyszerűen, egyszerűen belső, belső egyedüllét, vagy a magány, igen, hogy, hogy, hogy egyre realistább ábrázolás mód kell, ami mondjuk a Martin Scorsese is felszólalt, hogy legyetek már kreatívak, de hogy mostanában nem nagyon vannak ilyen Bergman féle, ilyen szuperextrém mód bevilágított emberek, mert az, az nem reális, bármennyire gyönyörű is, nem érzed azt, hogy hogy, hogy te ott lennél vele. És ö, igen, tehát hogy történetek kellenek, mert <laughs> a, a, addikció, ez a, ez a 21. század ember addikciója a történet. Mm. És hogyha most írnál egy fiktív regényt, így a jövőben, akkor mit gondolsz, hogy mi, mi lesz az, ami ami akkor szüksége lete lesz az embereknek, amire reagálni kell a technikának is? Ja, hogyha a jövőről írnék? Uh -huh. Vagy hogyha... Uh -huh. um, um, ú, mert ezen már gondolkoztam, hogy kéne valami ilyesmit írni. És sokat töprengek azon, hogy tényleg ez, a, ez, ez, vajon nem egy ilyen evolúciós ugrásnak így az előszele az, hogy mi folyamatosan ott akarunk egymás fejébe lenni, így a telefonok, történetek, filmek, influencerek, mindegy, mindig a gondolat, ki, ki, mit gondol, ki mit él, stb., hogy, hogy egy ilyen, 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 telepatikus képességnek az előszere az, hogy egyszer csak így az emberek így, tényleg bele is látnak egymás fejébe, és hogy de ez, ez, ez tök fiktív, meg ez ilyen, ilyen álmodozás erről, de valahol, valahol, lehet egy alapja, vagy legalábbis vágyunk rá erre, hogy, hogy a közösségi szellem egyre jobban összehúzódjon. De akkor ez is a kapcsolódásról szól, hogy minél... Igen. Aha. Igen. Úgyhogy, de hogyha technika, a jövőbeli technika, hát, hát szerintem, szerintem a Matrix az, <gül> <gül> ha nem is, nem is annyira radikális, hogy háború az emberek a, és, a, és, a, gépek között, de hogy, de hogy egy olyan, olyan virtuális valóságok lesznek, ahol, ahol, ahol teljesen jól leszünk, és, és már nagyon-nagyon nem fogunk kilépni így a, így a valóságba. Vagy pont fordítva az embernek egyszer csak tele lesz minden ezzel az egész digitális dologgal, és egy ilyen csendes lázadásra így eldobáljuk majd így a telefonjainkat, hogy inkább kimegyek a rétre, és nem akarok többet <laughs> bekapcsolni semmit. Nem tudom. Uh -huh. nem, nem. Ez izgalmas, amit mondasz, hogy az elmagányosodás van most, és hogy közben meg mégis minden, akár a játékfüggőségnél is, aztán a könyvedben is megtalálja bálint így a társait hozzá, tehát hogy mégis kapcsolódni szeretne, vagy végső soron kapcsolódik. Igen. Tehát, hogy ennek az igénye, vagy erre gondoltam így szükségletként, hogy 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 mi lesz majd jövőben. Tehát, hogy most az elmagányosodás van, és akkor nem tudom, próbálom minél tehát hogy Pont cselekvés sok minden, és. Hát azért, ha így, 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 körbenézünk így a társadalmon, hogy ez így működik, vagy nem működik, hát most ilyen most egy tök más irányban megközelítve, hogy, hogy majdnem 70 mondjuk így a vállások aránya Európában, tehát nagyon sokan az ismerettségű körünkből nem találnak párt, vagy ilyen idéglenesen ilyen ez a egy év, két év, öt év, és utána, utána szétmennek az emberek, tehát hogy ezek a kapcsolatási pontok, ezek szerintem kicsit így elvesztek. És ezek a, ezek a pótcselekvések, ezek, ezek, ezek pótcselekvések, tehát hogy, hogy, nem igazi. És mi segítene szerinted? Ó, hát ha tudnám, <laughs> akkor arról mesélnék <laughs> már 40 percre, hogy <laughs> megmondjam a itt Fogom, nekem is csak kérdéseim vannak. Igazából az írással is én csak kérdezni próbálok, tehát hogy feltenni a, az olyan kérdéseket, amik tehát, hogy a saját kérdéseimet. De válaszok nem, nincsenek az az egy ember nem elég. Ha jól tudom, tervezed a folytatni a Bálint féle történetet, hanem is az ő szállán, de egy más szálon ezt az univerzumot, Igen. ott mire, 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 lehet számítani, vagy mit, hogy látod most? Hát vannak benne nagyon sarkalatos mellékszereplők, illetve elég sűrű ebbe a regénybe a mellékszereplői szál szerintem, akik, akik tényleg nagyon az én valóságom talaján mozogtak, és sokszor amúgy összegyúrt karakterek azt azért tudni kell, hogy vannak tulajdonságok, amiket nem akartam mindenki így végigmenni, hanem akkor összeraktam egy karakterbe azt, hogy, hogy mondjuk ott volt a, a, a forgács aki egy ilyen szekáló forma, tehát bullizó, és közben meg egy ilyen piperkőc is, mert még a zoknya is márkás, és ez amúgy két különböző karakter volt. Az osztályban volt egy srác, aki állandóan ilyen mániákusan öltözködött, ami um, amúgy nem egy elveszett dolog, mert ahogy látom, most is megvan a, a ruhára, meg a fiatalok, és akár a felnőtteknél is. És volt egy másik srác, aki megszekálta a, a, a Dani féle karaktert, és akkor gondoltam, hogy itt tök jól megfér egymás mellett, hogy, hogy akkor legyen, legyen a, a szekálós srác a, a piperkőc is. Tehát, hogy így, így vannak összegyőrve, de mindenki, mindenki a valóságból lett beemelve tulajdonképpen. Mi volt a kérdés, mondjátok? <laughs> hogy uh... Látod, -e? Igen, hogy merre fog folytatódni. Igen, a sűrű mellékszereplőkből kettő lesz, aki az egyik mellékszereplő, de nem akarom elmondani, hogy kicsoda lesz Igen, a második történet, és a harmadikban is lesz egy harmadik főszereplő, de bár mindegyikben jelen lesz, és, és tulajdonképpen egy ilyen felnövés sorozat lesz, de mindig más perspektívából tulajdonképpen. Öm, ennyi, ennyit akarok elmondani, és a zene az nagyon sok nagyon nagy szerepet kap majd a következőkben ami már itt is el lett hintve, hogy ugye Bálint zongol, tehát nem véletlenül jár zongora órákra és tanul meg annyira zenélni, hogy ez a későbbiekben majd eszkalálódjon Igen. Akkor lehet, hogy ott választ kapunk majd arra, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen függőséggel a második meg a harmadik kötetben. Hát, nagyon szubjektív <gül> <gül> szempontból általánoságokat nem szeretnék írni, de igen elég fontos szál a könyvben a bullying, hogy az, azzal kapcsolatban neked milyen tapasztalatod van, vagy hogy így mennyire saját élmény, mi hmm, ez, amit... Ez is saját élmény. Ez is saját igen, élmény. Igen. Hát engem, mikor általános iskolában szekáltak, én a tornasor mindig legvégén álltam, nagyon-nagyon vékony voltam, ilyen falfehér gyerek, amúgy mindig küldtek anyukámat meg engem, hogy menjünk vérvételre, mert valószínűleg vérszegény vagyok, amúgy nem voltam az, csak ilyen nagyon sápad színem volt, és akkor ezt így a nagyobbak mindig kispicizték, és hát verekedtek velem. Mármint, hogy megvertek. <laughs> De amúgy én, én, nem nagyon hagytam magam, és hamar rájöttem, ha visszaütök, akkor, akkor onnantól kezdve békén hagynak, csak vissza kellett ütni. És és amúgy ez egy érdekes dolog, mert ez egy, ez egy, nagyon fontos, mai napig próbálom feldolgozni, hogy mikor viszont uh, gimibe kerültem, már én is uh, sokszor beszálltam a közösségi szekálásokból, mert már nem én voltam a gyenge, tehát hiába a sor legvégén uh, lelkileg uh, uh, látszott is rajtam, tehát ez, ez, valahogy megérzik az emberek, hogy kit lehet, mindegy, hogy milyen magas vagy milyen alacsony, uh, ami, ami amúgy szerintem egy, nem tudom, hogy most hogy zajlik az iskolában, uh, nagyon fontos lett volna akkoriban, amikor én jártam suliba, hogy az a srác mondjuk, akit gimibe szekálunk, azt miért szekáljuk. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy, hogy, mi verekedtünk így játékból, és aki, aki nem ütött vissza, köből, azt kezdtük el szekálni. De miért nem üt vissza? Mert neki lehet, hogy az erőszak nem olyan játékos dolog, mint nálunk, hogy ilyen testvéri bunyó, hanem lehet, hogy otthon vannak olyan dolgok, amik a kiváltja, hogy lemerevedik, vagy, 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 bármi olyan, olyan trauma, ami, ami miatt ő nem úgy reagál ezekre a dolgokra, tehát, hogy a félénkségnek van egy, van egy nagyon súlyos oka, és ezt mondjuk, ha nekem így elmagyarázták volna így, így gimiben, vagy amikor itt 14-15 éves vagyok, az mondjuk itt tök jó lett volna, hogy, hogy <laughs> Már nem biztos, hogy mindenki abban a cipőben van, mint te. Nem tudom, ez így érthető -e. É, tehát abszolút. Nagyon, és nagyon és érthető. Meg is, és is ez, éri, ezzel be... nekem így, így most, tehát hogy, hogy gondolkozok is az, hogy, hogy így megkerestem a Facebookon azt a srácot, akit is szekáltunk, de hogy így nem tudom, hogy most így jó ezt így, így kiváltani, hogy most így ráírok, hogy bocs, vagy, vagy nem jó tépkedni a sebeket, tehát hogy így fogalmam sincs, de de igazából itt is, ugye a regényben is megjelenik, hogy egy ilyen nagyon enyhén, hogy azért a, a Bálint is egy egy kívülálló, és végül is ő is szekáló lesz, tehát hogy a szekádból lesz ö, ö, szekáló. Én szeretem ezt a magyar szót, hogy szekáló, tehát ez a bullying, ez, ez ö, igazából van erre egy magyar szavunk. Ö, mindegy, bocs, én ezt használom. Igen. Hát ott is megjelenik a, a könyvben az, hogy akit szekálnak, hm. annak, annak így mi a kapcsolata az agresszióval. Tehát, hogy van egy ok, és ok. hogy miért őt, és hogy mi az ő családi háttere, és hogy miért ő a, a félénk szótlan srác az osztályban. És nyilván én is most már így utólag belelátok dolgokat azokba, akik, akik nálunk voltak, vagy hogy miért hagyták. Mert attól függött, hogy engem szekáltak, én, én, én nem hagytam magam, tehát ez sokáig nem tartott, mert én... én visszaütöttem, vagy így, egy, egy nem, 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 akartam ennek teret adni. De, de hogy vannak azok, akik, akik, így, így tulajdonképpen hagyják, vagy így tűrik, és hogy, és hogy némán tűrik, és hogy ugye ezekből szokott a később a komoly problémák lenni. És itt, itt, hát ilyen nagyon, szerintem nagyon, nagyon fontos pedagógiai feladat lenne mondani, hogy, 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 ezekről a dolgokról, hogy esetleg valaki, valaki, mondjuk a saját neméhez vonzódik, és akkor 15 évesen mondjuk ezt feldolgozni, ez, ez biztos, hogy baromi nehéz lehet. Mondjuk egy fiúnak, egy fiú öltözni, és, és, valamit kezdeni azzal, hogy most úgy néz a, a haverjaira, ahogy amúgy úristen ő nézhet így rájuk, vagy nem nézhet, vagy ezzel most mi van. És, és nyilván ez, ez tök fontos, mennyi, tehát hogy most ezt a szülők nem fogja tudni elmagyarázni, vagy lehet, hogy Miért tudná, hogy vagy szerintem ez, ez, ez ilyen tök jó ez az Amerikában, ez a ugye akivel így mindent meg lehet beszélni, meg odafigyel a diákokról, hogy ez hogy működik, nem tudom, hogy ott hogy működik, de legalább van egy ilyen indítatás rá, hogy, hogy a, gyere, a srácoknak a lelki életét így, így terelgetni, Én vagy is. foglalkozni vele. Erre is van egy magyar szó, pszichológus. Pszichológus. pszichológus, pszichológus, aki már egyre gyakrabban van jelen az iskolákban, és uh -huh. abszolút vannak ilyen. Most, ezt most nem programok. tudom, de hogy igen, igen, régen nem volt. Tehát, hogy igen. azt tudja, hogy a 2000-es évek elején ez erről szó nem volt, hogy ez, ez így létezik. Tehát azt mondod, hogy a bullingnál, szekálásnál bocsánat, ah, neked, neked megvolt ez az élményed, hogy visszatudod, ö, vagy hogy megvéded magad, de olyan soha nem volt, hogy egy más helyzetben, ahol mondjuk nem fizikai bántás volt. Vagy ez a, ez a lefagyás élményed? De, de volt. Tehát, hogy nem, nem, egyből tudtam én is reagálni ezekre a dologra, mert megy ez a folyosón a kilenc éves harmadikos gyerek, és akkor tök jó kedve van, és egyszer csak olyan két ötödikes, és így ilyen baromi nagyot lök rajta, amitől elesik, akkor úristen, mi történik? Tehát, hogy nyilván ez, ez nekem is ilyen kétszer-háromszor nekem jöttek, amikor rájöttem. Kicsit ilyen tudatos, hogy na jó, holnap, ha jönnek, akkor elég visszaütök. És amúgy tényleg az volt, hogy, hogy nekem jött ez a két gyerek, én így konkrétan arcon ütöttem az egyiket így ököllel, hogy a filmekben láttam, ugye, ők teljesen lefagytak, majd szerencsére így láttam a szemükkel így az izzó tüzet, majd egy tanár egyszer csak oda hogy mit csináltok itt törötte. Szétválasztott minket, nem találkoztam velük hazam, de viszont másnap már így amúgy így, így előre köszöntek és így mentek tovább. Hát, hogy, ami, ami szintén nagyon meglepett, de ott rájöttem, igen, hogyha ez van, akkor ezt kell csinálni, ami amúgy nyilván nem jó, tehát, hogy, hogy, hogy mert miért lenne jó az, hogy megvéded magad, vagy, vagy hogy van egy olyan élményed, hogy meg tudod magadat védni, mert szerintem ez Igen, nagyon fontos a de közbe meg, szorán... közben meg azért, azért valahol agresszívá is tett, hogy többször kellett. Tehát iskolát is váltottam, mert költöztünk városból városba, és akkor megint betaláltak ötödikben, amikor Zalegerszegről feljöttünk Budapestre a nagyobbak, és akkor megint meg kellett védeni magamat, és, és lehet, hogy ez is váltotta ki, hogy én is része voltam a, szekálókörnek a, szekáló a gimnáziumban, mert, mert ahogy tehát mert ez téged erőszak, is erőszakot így, szök, így, igen, így, ilyen így, egyszerű így, közhelye, de ö, igen, igen, uh -huh. tehát, hogy... Azért éri meg úgymond szekálóvá válni, mert akkor ők, ők, tudnak, ugye akkor őket már nem... Ez gyakori jelenség, aki az... szekálnak, az gyakran válik szekálóvá. Legjobb, legjobb védekezés, a támadás. a, támadás. Igen, 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 igen. Hát igen, csak ö, ö, közben, meg, közben meg, azért vannak olyan, tehát hogy igen, amit elmondtam, hogy, hogy ki tudja, hogy mi van a csöndes, csöndes tűrő rész mögött. Hát egyrészt, másrészt meg szerintem baromi nehéz lehet pedagógusként erre jól reagálni, és ugye, amit mondtál, hogy az online Igen. világ, tehát egyre durvábbak a szekálások, amik, amik követhetetlenek, tehát hogy, hogy a chat cset, miket küldözgetnek egymásról, mennyire kiszolgáltatottá válik a másik azáltal, hogy ott a média is megmarad az a fénykép. Igen. Tehát, hogy iszonyúan nehéz lehet ezt most jól, jól lereg, lereagálni. Hát ez biztos, ú, uh, nem is tudom, nem lennék mostanára ezzel a, ezzel a problémakörrel így, mert uh, ráadásul ugye, hát igen, az is a baj, hogy a, a regénybe is belértem hogy a, hogy a szekát uh, sem akar róla beszélni nagyon sokszor, tehát ez egy cikinek érzi át, kettő fél, hogy még több problémát zúdít a nyakába, és, uh, és a dolog uh, így, így tulajdonképpen növekszik és burjánzik, és uh, igen, hát én, én sem tudom a, a válaszokat, erre se csak a, a kérdés adott, de hogy mit hát Majd A következő részben majd a következő szeretnénk valami jó megoldást, amit a pedagógusoknak oda tudunk adni, mert pont azon gondolkoztam amúgy, hmm. hogy nálam is volt játékfüggő, és hmm. hogy így szakirodalmat keresve hogy tök jó volt olvasni a könyvedet olyan szempontból, hogy ezt tök szélesen adnám mondjuk egy szülőnek, aki akinek ilyen mm. a gyereke, hogy, hogy hogy nézze meg ennek a dinamikáját, hogy ez hogy működik, hol lehet még oda nyúlni, hol lehet még segíteni. Mm. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy szakmai szempontból is ö, szerintem ö, hiánypótló egy ilyen regény, hogy, hogy Ténylegesen a, a dinamikát, a függőség dinamikáját baromi jól ábrázoltad. Köszönöm Úgyhogy nagyon-nagyon hasznos. Próbált az lenni, amúgy én is egy kicsit hiánynak éreztem, és azért is éreztem feladatomnak, hogy írjak erről, mert fontos téma, és kevés-kevés... Irodal. Tehát, hogy mondjuk így videójáték függősége kapcsolatban, mint szép irodalmi téma, ahol nem az online, tehát ami 5% játszódik így a tereken, és majd az online térben 95% -a meg a való világban, én nem is találtam irodalmat, mondom mm -hmm. őszintén, hogy, hogy de tényleg valószínűleg azért, mert nem, nagyon nehéz mozgalmas dolgot Léz csinálni. Ő, jól belőlem, érni, ami neked végül is sikerült, mert tényleg én egy nap alatt olvastam el a könyvet, szóval valami wow. izgalmas hát, volt, köszi. és, és nem, nem könnyű letenni. Úgyhogy nagyon köszönjük, és gratulálunk amúgy a Magyar könyvhöz. Köszönöm szépen. sok sikert. Köszönöm szépen. A munkádhoz. Még egyszer a címe az, hogy az utolsó évek első embere. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Hello, sziasztok.